Geacos vagyok, igazából kisgyerekkorom óta, olyan régóta, hogy már nem is emlékszem, hogy mikor lettem úgy igazán geacos, hiszen már óvodás koromban jártam vívó edzésekre. Már utánpótlás koromban is válogatott voltam, majd felnőttként, és egy-két érmet is szereztem világversenyeken, junior világbajnok lettem például, de igazából a felnőtt eredményeim azok, amikre büszke vagyok. Most a Tokiói olimpián bronzérmet szereztem a férfi kart csapattagjaként. A geac szerepe igazából megkérdőjelezhetetlen ezekben az eredményekben. Itt nőttem föl, itt kaptam meg a szakmai alapokat, nagyon sok barátom is geacosok közül kerül ki, és hát az edzőim is mind itt dolgoztak. Az utóbbi időben a geacnak több új szakosztálya is lett. Úgyhogy én nagyon-nagyon tudom ajánlani azt, hogy aki erre jár Gödöllőn vagy az egyetemen, az mindenképpen egyrészt tekintse meg a létesítményeinket, amik egyre szebbek, és próbálja ki a különböző sportágokat, amiket a GEAC szakosztályaiban nagyon magas szinten űznek a sportolók, illetve az edzők is nagyon magas szinten képviselnek a szakértők között. Elsősorban azt tanácsolnám azoknak, akik hezitálnak abban, hogy csatlakozzanak a GEAC-hoz, hogy ne hezitáljanak egyáltalán, mert ilyen jóhangulatú, családias és szakmailag is nagyon magas színvonalat képviselő klub nagyon kevés van Magyarországon is, ilyen kisvárosban, mint Gödöllő pedig nagyon-nagyon ritkán. Úgyhogy én nagyon csak tanácsolni tudom azt, hogy mindenki jöjjön és próbáljon ki valamilyen sportágat, sportoljon, akár fiatal, akár idős, akár fiú, akár lány, mindenképpen jöjjön hozzánk, mert olyan sportágokat is kipróbál, mint a vívás, amit persze nagyon ajánlok, illetve ezen kívül az új szodában az úszást, a vízilabdát, emellett az atlétika is nagyon jó nálunk, úgyhogy mindenképpen jöjjenek hozzánk.